Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy ilyen rövid jóslás. Ahogy a képen látható, egy nagyon nehéz út áll előtted. Ez a nagy torony azt jelenti, hogy itt vannak nálad célok, amit szeretnél elérni. De nem könnyű, nem csak az út miatt, mert olyan kanyargós és köves, hanem itt van ez a felhő, tehát minden olyan átláthatatlannak tűnik. Mielőtt elérnéd ezt a nagy tornyot, ott vannak kisebb tornyok is, amit meg kellene oldani. Ezek gondok vagy problémák most, ami körülvesz téged. És hogyan tovább? Ezt mutatják a következő képek. Ez most egy nehéz életút, hiszen erre utal ez az elefánt is. Olyan nehezen mennek előre a dolgok, mert olyan nehezek a lépései. Minden olyan köves, hideg, rideg, és így érzed át a jelenlegi helyzetedet. Viszont a háttérben látható egy sziget, és a pálmafák arra utalnak, hogy ott melegebb az időjárás. És ennek egy szimbolikus jelentése van. Eléred a szigetedet, ahol le tudsz gyökerezni, és megvan ez a szív melegség, ezek a mély érzelmek. Amit ez a kék madár ezen a képen még jelenthet, a könnyűség, ő átrepülhet erre a szigetre, és így lesz nálad is. A madár szimbolizálja a kommunikációt. Tehát érkezik egy jó hír, és itt lesz a megoldás. Hogyan tovább? Ezt mutatja a következő kép. Ha én ezt a képet összehasonlítom az elsővel, akkor azonnal látható, hogy itt minden megváltozott. És itt az út egyenesnek látszik, nem olyan köves, hanem homokos, azon kívül jobb oldalon, bal oldalon, minden úgy szépen kivirágzik, megvan a fény, azon kívül érezhető az, hogy mennyire könnyebben megy így minden előre. De én úgy érzem, hogy jelenleg jobb lenne, ha kicsit a háttérben maradnál, vagy várnál arra, ha mások keresik veled a kapcsolatot, vagy elmesélnek valamit, inkább figyelj oda, hallgasd meg őket, légy visszahúzódó, és ez által változik a helyzet, és hamarosan így éled ezt át. És mi történik még nálad? Ezt mutatják a következő képek. Amint látható ezen a képen, hamarosan lesz egy ajándék, egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívás. Ez lehet egy születésnap is. Valami jó történik veled a következő napokban, hetekben. És mi várható még? Ez a szív alakú torta. Nem csak édességekre utal, hanem a szívnél szerelemről van szó. Ez azt jelenti számodra, hogy vagy tőle jön egy meglepetés, vagy neki megvan az az elvárása, hogy te őt meghívd egy kávéra, egy tortára, vagy amit ez a kép még jelenthet, hogy lesz egy meghívás, és ott megismerkedsz valakivel. Vagy ha van már egy lelki társad, akkor együtt fogtok oda elmenni. És én kívánok neked egy szép napot,
Nagyon sok szeretettel, Dendera.